Egy hónap múlva, vagyis június 4-én a számunkra tragikus trianoni békeszerződés 100. évfordulójára emlékezünk. Ebből az alkalomból számtalan könyv és tanulmány jelent meg az idei esztendőben is, de vajon milyen új információkkal gazdagodhatunk ezekből a tanulmányokból? Miért érdemes újra és újra más-más szemüvegen keresztül megvizsgálnunk ezt a korszakot? És vajon hogyan érdemes a következő generációval megismertetni a múltunknak ezen szeletét? A Veritas Történetkutató Intézet ma este egy tudományos online konferenciát tart majd, amelyet bárki nyomon követhet. Mindjárt megszólítjuk az egyik előadót is, de előtte engedjék meg, hogy megszólítsam Horváth Szilárd kollégámat, aki itt van velünk a telefonvonalban, és több történelmi műsor házigazdája is. És tudom, Szilárd, hogy te mindig nagyon igyekszel a legfrissebb tanulmányokból is tájékozódni a témában, mármint Trianon témájában, vagy ezzel a korszakkal kapcsolatban. És arra vagyok kíváncsi, hogy van-e benned még hiányérzet? Tudnak-e újat mondani, újat mutatni? Mi az, amit szeretnél még egyáltalán megismerni? Szervusz! Köszönöm a hallgatókat, szervusz! Hát én úgy látom, hogy nagyon szépen dolgoztak a magyar történészek a minél alaposabb feltárásán. Nem volt eddig összefoglaló munka például Trianonról, és nemrég megjelent Gulyás László szegedi történész professzor szerkesztésében egy 7 kötetes Trianon monográfia első része, amelyben még csak az előzményeket tárgyalták. 32 fiatal és kevésbé fiatal, de nagyon jó nemzeti szemléletű történész tollából megjelent tanulmányokkal. És ha jól tudom, akkor rövidesen megjelenik a második kötet is, ez összesen több ezer oldal lesz. Tehát olvasnivaló van bőven? Igen, igen. Ott van a Magyar Tudományos Akadémián a Trianon 100 kutatócsoport, Ablonci Balázs egy szintén viszonylag fiatal történész vezetésével. Magyarság Kutatóintézetben is vannak kutatók, Veritas Intézetben is folynak kutatások, velük rövidesen ugye beszélünk egy pár szót. De nagyon érdekes, hogy ugye sokszor előkerül manapság az, hogy nem szabad átírni a történelmet. Te is hallod, gondolom, ezeket a vitákat. Így van, ezért is kérdeztem, hogy miért érdemes újabb és újabb szemüvegeken keresztül vizsgálnunk egy történelmi korszakot. Át kell-e értékelnünk mindig a ma szemszögéből nézve? Hát én azt gondolom, hogy nem szabad átírni, de időről időre át kell írni. Gondoljunk bele, hogy a római történelmet is annál jobban ismerjük, minél távolabb vagyunk tőle. Furcsa ez, de hát mindig megjelennek új és új adatok, régészeti leletek, megfejtünk írásokat, szóval mindig van valami újdonság. Trianonnal, Hófikorral, Tanácsköztársasággal, Rákosi korral, Kádár korral, pont egyrészt vannak új adatok, másrészt pedig a kommunizmus idején 90-ig ezekről a korokról nem is lehetett elfogulatlanul beszélni. Úgyhogy most itt a kutatói publikációs szabadságban jöhetnek az új és új történész eredmények, és hál' Istennek jönnek is. Engem, ami nagyon felháborít az, hogy a magyarországi filmrendező társadalom mit áll a magyar történelemezés Trianon tematikájához is. Egészen elképesztő, hogy Horthy korban még megszületett egy-két nagyszerű mű, például a Szőcs István filmjei, de nem születnek meg ebben a témában sem filmek. Tehát mintha a magyarországi filmrendező társadalom immun is lenne a magyar múltra. Tisztelet a kivételnek, Szász Attilának, Koltai Gábornak, Bereményinek, Mészáros Mártának, de azért a javarésze az nem túlságosan érzékeny erre, pedig sok minden kérdésre ők is választ tudnának adni nyilvánvalóan. No de itt van velünk telefonon Gali Máté történész, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár tudományos munkatársa, és az előadásról tudunk vele beszélni már egy kicsit. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Na szóval mi a helyzet? Mit gondol erről csak néhány mondatban, hogy át kell leírni időről időre a történelmet? Én azt gondolom, hogy ahogyan ön is említette, tehát új kutatási eredmények, új források mindig előbukkannak, tehát és ez szükségszerűen hozza magával azt, hogy ezek alapján, ezekre reflektálva felfrissítsük a korábbi koroknak a történelmi tudását, illetve esetleg új megvilágítás alá helyezzük a dolgot. Tehát hogyha Trianon kérdéskörét említjük, azt megállapítható, hogy az 1920 és 1945 közötti politikai gondolkodásban Trianon gyakorlatilag sarokkőt képezett. 45 után egy ideig ad acta volt téve a dolog, és nagyjából az 1960-as évektől figyelhető meg az, hogy a történettudomány elkezdte El Nagy Zsuzsán keresztül,
vagy Galántai Józsefen keresztül ezt a témát tematizálni, és akkor itt a 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől került be újra a közbeszédbe ez a téma. Tehát ekkor kezdődött az identitás hordozó szereppel bíró táncházmozgalomnak az elindulása, vagy innen datálódik esetleg az erdélyjárásoknak a kora, amit előtte a hatalom csak egy szűket körnek engedélyezett, és így jutottunk el egészen a rendszerváltásig, amikor a rendszerváltás után hát Trianonról szabadon lehetett mindenféle ideológiai kötöttség nélkül beszélni. Ez persze magával hozta azt is, hogy boldog-boldogtalan ír most már Trianonról, nem csak a szaktörténészek vagy felelős értelmiségiek, tehát a legregényesebb magyarázatokkal is találkozhatunk még mind a mai napig a békeszerződést illetően. Történész úr, ugye egy előadás sorozatra készülnek. Honnan érdemes most elkezdeni egy előadás sorozatot? Önök ott az osztrák-magyar monarchia felbomlásáról, vagy felbomlásától kezdik el ma délután, ma este, 6 órakor, ugye az előadás sorozatot? Igen. Én azt szeretném elmondani, hogy itt a Trianon 100. évfordulójára a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár a több projekttel készült. Volt már egy korábbi években elkezdődött projektünk, ami a Trianon és a magyar felsőoktatás címet viseli, és ez a békeszerződésnek az következményeivel foglalkozik, tehát arra összpontosít, hogy a főiskolai egyetemi hallgatóknak az összetételét miként befolyásolta a trianoni békeszerződés. De március derekára, idén március derekára szerveztünk egy nagy konferenciát, ami Trianonnak az előzményeit járta volna körül. Ez sajnos a koronavírus járvány miatt elmaradt, viszont nagyon bízunk benne, hogy az ősz folyamán ezt be tudjuk pótolni. És ennek a projekt sorozatnak, ami konferenciák sorát takarja, illetve kutatási projekteket, ennek lett, vagy volt, vagy lesz az egyik állomása, ez a beszélgetés, amit a Veritas Intézet honlapján, illetve Facebook oldalán is ma 18 órától meg tudnak hallgatni a kedves érdeklődők. Hát csak picit próbáljunk meg beleszagolni az előadásba, tényleg csak vázlatpontszerűen. Mennyire volt egyértelmű a monarchia felbomlása, mennyire volt egyértelmű következmény a magyar területveszteség? A szakmájukat professzionálisan művelő történészek több okot szoktak felsorolni, amiért az osztrák-magyar monarchia, illetve annak részeként a történelmi Magyarország felbomlott. Az egyik az a dualista államnak és benne Magyarországnak a sok nemzetiségű jellege volt. Tehát Magyarországon például az 1910-es népszámlálási adatok alapján, hogyha Horvát-Szlavónországot nem számítjuk, akkor emelkedett csak a magyar anyanyelvűek aránya 50% fölé. Nyilván a nemzetiségi kérdéssel összefüggésben állt, hogy Magyarország és a monarchia körül a 19. század második felében utolsó harmadában olyan új államok születtek, melyek területszerző ambíciókkal rendelkeztek a monarchia irányába. Ilyen volt például Románia, Szerbia, vagy említhető például az 1870-es években egyesülő Olaszország. Fontos megemlíteni az okok között a győztes nagyhatalmak, az első világháborúban győztes nagyhatalmak stratégiai érdekeit, amelyek közül különösen a franciák voltak azok, akik erősen pártolták a monarchiának a fölbomlását, feldarabolását, és negyedikként talán meg szokták említeni a világháború végére a Kárpát-medencében kialakult polgárháborús viszonyokat is. Hát, hogyha valaki részletesebben kíváncsi erre a korszakra, hogy pontosan milyen lépések vezettek aztán a trianoni tragédiához, akkor biztosan érdemes ma délután bekapcsolódni az előadásba. Hogyha beütik egyszerűen azt az interneten, hogy Veritas, akkor valahogy a Veritas oldaláról meg fogják találni, ugye, az előadás vetítését. www.veritasintézet.hu Ez az intézetünknek a weboldal címe, és itt meg fogják a főoldalon találni azt a linket, amire kattintva a YouTube-ra feltöltött közel 50-55 perces videót, amin Újvári Gábor intézetvezető moderálása mellett
ifjabb Bertény Ivánnal, a Bécsi Kollégium Hungaricum igazgató helyettesével cserélek eszmét ebben a kérdésben, de aki esetleg otthonosabban mozog a Facebookon, az a Veritas Intézet Facebook oldalán is megtalálja ezt a YouTube linket. Ugye ez a Veritas Est sorozat egyik előadása, számíthatunk a folytatásra? Mindenképpen. Ezt Újvári Gábor intézetigazgató is megerősítette, hogy amennyiben a hatályos jogszabályok lehetővé teszik, akkor szeretnénk a júniusi estet megtartani élő közönség előtt, már a Zsil utca 2-4 szám alatt lévő székházunkban, viszont ha ez nem lehetséges, ugyanilyen YouTube-os online formában megtartjuk a júniusi Veritas estet, tehát az érdeklődők ez esetben sem maradnak Veritas est nélkül. És remélhetőleg eljutunk akkor a tanulás folyamatában majd odáig is, hogy lássuk, hogy hogyan is tudott bámulatos módon talpra állni ez az ország ilyen szűk határok között. Nagyon szépen köszönöm Gali Máté történésszel, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár tudományos munkatársával beszélgettünk. Ma délután 6 órától, tehát az intézet első előadása az osztrák-magyar monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződéssel a világhálón követhető nyomon.